Ez a facsemete az Alma Materben töltött éveket jelképezi. A diákok többsége szívesen emlékezik az itt szerzett élményekre. Nagyon meghatónak tartom ezt a mai faültetést, hiszen ha visszasodor minket az élet az egyetemről, már pedig biztos vagyok benne, hogy sokan vissza fogunk térni ebbe a nyugodt és kedves városba. Miután elvégeztük a tanulmányainkat, akkor nagyon jó érzés lesz kijönni majd, és megtekinteni ezt a fát, ami tulajdonképpen a mi végzős évünket és a mi tanulmányainkat szimbolizálja. A Diák Önkormányzat kezdeményezésére a Ballagók 2018 óta minden esztendőben egy-egy csemetét telepítenek a ligetbe. Idén sárga virágú vadgesztenye került a parkba. Fontosnak tartom, hiszen egyben megható, és egy szép emléket hagyunk itt az eltöltött diákéveinkre, és majd a pár év múlva egyetemről visszatérünk, akkor biztos, hogy nagyon sok szép és jó emlék fog eszünkbe jutni az érettségi időszakról. A rendezvényre a város minden középfokú intézményéből 3-3 tanuló érkezett. A fiatalokat a város polgármestere köszöntötte, aki kiemelte, a faültetéssel a klímavédelmi programot is támogatják. Nagy örömmel fogadtuk ezt a kezdeményezést, hiszen ezáltal minden egyes évfolyamnak lesz egy olyan reményeink szerint örökre szóló emléke, ahol majd érettségi osztálytalálkozókon, ballagási rendezvényeken, különböző eseményeken összegyűlhetnek, és amikor ránéznek az általuk elültetett fára, és ránéznek az évszámra, akkor felidézhetik a fiatalságukat, és remélhetőleg azokat a szép éveket, amelyek Zalaegerszeghez kötötték őket. A rendezvény a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben jutalmak átadásával folytatódott. Ebben az esztendőben 150 tanulót tüntettek ki, akik a tanulmányi eredményben, közösségi munkában, illetve a sport területén kimagasló eredményt értek el. Az okleveleket a városvezetőtől és a tankerület igazgatójától vehették át.